Honnan jött az elnevezés, a beszabaduló szoba? Tulajdonképpen ez is a középiskolásokkal való közös gondolkodás eredményeképpen született, hogy egy szabadulószobás játék legyen ez a program. Már régebb óta szerettünk volna egy ilyen játékot a könyvtárba megvalósítani, és igazából most itt volt a remek alkalom. A beszabadulószoba név az pedig onnan született, hogy ugye a cél nem az volt ebben az esetben, hogy egy teremből kiszabaduljanak, hanem hogy ebbe a terembe, ebbe a megnyíló új ifjúsági közösségi szobába ide bejussanak, ezt megismerjék. És e köré építettünk fel egy kerettörténetet, ami a Dimenzió Para címet viseli. Hogyan kapcsolódik ehhez a mai megnyitó? Több szálon is kapcsolódik, ugyanis itt fogjuk kihirdetni majd ennek a játéknak a nyerteseit, illetve innentől kezdve tudják igazából teljes felszereltségében használni ezt a közösségi szobát. Egy ünnepélyes alkalmat teremtettünk arra, hogy ezt átadjuk a helyi fiatalságnak. Milyen ajánlást fűznél ehhez? Hogy jöjjenek minél gyakrabban, várjuk őket szeretettel, jöjjenek majd az itt megrendezésre kerülő programjainkra, és ők is jöhetnek a saját ötleteikkel, baráti társaságukkal, szervezhetnek klubokat, kézműveskedhetnek, úgyhogy használják ki ennek a helynek a lehetőségeit. Körülötted egyre nagyobb a csend, de előtted a lap egyre hangosabb lesz. Nem kell a harc kimerültsége megint, vagy a perzselő nap mi báját zengi, sem a száj mi a megtévesztő szavakat ejti. Hogyan fogadtátok a könyvtár kezdeményezését? Hát igazából egy osztályfőnöki órán hallottunk erről. Az osztályfőnök jelezte, hogy van egy ilyen lehetőség, és arra gondolt, hogy hát nevezhetnénk erre. Hallottuk, hogy van nyereményjáték, tehát ez már egy kicsit úgy a fiatalok körében és az én körömben is kíváncsiságot okozott. Úgyhogy egyértelműen jelentkeztünk erre, és vittük az iskolába is ezt a hírt, hogy van, és több gyerek is szeretett volna csatlakozni. Úgyhogy hát úgy voltunk vele, hogy hát megpróbáljuk, hiszen szabaduló szoba, már csak a nevéből is hangzik, hogy biztos, hogy nagyon érdekes lesz. Úgyhogy jelentkeztünk, és eljöttünk, és megpróbáltuk. Vannak-e terveitek a továbbiakra nézvést? Igen, tehát én az osztálytársaimmal jöttem, és hát a többieknek és magamnak is nagyon tetszett ez a hely, hangulatos, otthonias, tehát megvan minden ahhoz, hogy egy délután például itt töltsünk, és egy tök jót beszélgessünk, vagy akár zenét hallgassunk, filmet nézzünk, úgyhogy szeretnénk. Előtérbe kerülhet így az olvasás is? Valószínű, nem mondom 100%-osan, de valószínű, hogy lesz olyan, aki biztos, hogy azért is jön ide, hogy tudjon olvasni. Mi érdekel minket? Itt vannak a válaszok. Átgondolom kicsit, inkább egyet ráveszok. Elsősorban rá tudunk függeni a dolgokra. Mindjárt felsorolni, csak elmondom pontokba. Bemutatom nektek. Úgy hívják, hogy internet. Ez a hely, ahol sok mindent hirdetnek. Leköti a figyelmet a TikTok meg a Facebook. Naponta két óra telózás, hogy csoda nincsen céljuk. Második opció, hogy füstöl a cigit. Kisiskolás meg a gimi, s a suliba viszi. Buliba mászkálás és alkoholfogyasztás. Ez a lénye, csak menjen az idő mulasztás. Hétfőtől péntekig suli meg a tanulás. Péntek, szombat, vasárnap, az pedig a lazulás. Sok tantár meg újra, meg van már unva. Csodálkozik a gyerek, hogy az anyagot nem tudja. Tisztelt a kivétel. Aki nem tanul, az megbírkozik minden egyes kérdéssel. Okos ember előre van mindig egy lépéssel. Miért kell minket, azt most se tudom. Sietnem kell, mert mindjárt megy az én buszom. Soraimat befejezem, Martin voltam. Remélem, hogy mindent én elmondtam. Ja, nem, a nőket kifelejtettem.